Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Autómentes nap Bonyhádon. A gyalogos és a kerékpáros közlekedés népszerűsítették. Jubileumi szentmisével és emlékhely avatással ünnepelt a 800 éves kis székely. Idős embereket vertek át, több millió forintot zsákmányolt a csalópáros. A sport szeretete, értékteremtő fontosság a sport jegyében. A gyalogos és a kerékpáros közlekedést népszerűsítették Bonyhádon. A város ugyanis idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, amelynek keretében autómentes napot tartottak. A programok között egészségfejlesztő játékok, kresszsuli, illetve biciklis felvonulás várta a diákokat, érdeklődőket. Egy átmozgató zumbával kezdődött az autómentes nap Bonyhádon. A város már több éve csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. Az eseményre a környező iskolákból és óvodákból is ellátogattak. Nagyon jó vagyok! A programok között egészségfejlesztő játékok, kresszsuli, illetve e-roller, közlekedésbiztonsági feladatok várták a diákokat, érdeklődőket. A délután folyamán pedig voltak, akik biciklire ültek, és csatlakoztak a kerékpáros felvonuláshoz, amelynek élén egyébként Köllő Babett, a Völgységi Városból származó színész műsorvezető tekert. Nagyon jó hazajönni Bonyhádra, az Ibolya is kérte, hogy jöjjek, a polgármester asszony, mert nyilván az egészség az nekem nagyon fontos. Úgyhogy ha hirdetünk egy autómentes napot, vagy egyetem bármi, ami az egészségről szól, abban én benne vagyok, mert ahogy az ember a kora halad előre, te ezt még nem tudod, de ahogy az embernek a kora halad előre, egyre fontosabb szerepet kap az egészség. A program elsődleges célja az volt, hogy előtérbe helyezze a fenntartható közlekedést. A mai napon nem csak mi, mint Bonyhádváros önkormányzata veszünk ebben részt, hanem most zajlik az Európai Biztonsági Hét is, melynek keretében a katasztrófavédelem és a rendőrség is részt vett a programjainkon, így megismerhetik úgymond a baleset megelőzés szempontjait is, hogy kell biztonságosan közlekedni. Füstsátort próbálhattak ki a gyerekek, mentőautót, rendőrautót, tűzoltót nézhettek meg, kockákból közlekedési táblákat kellett kirakni, kressztesztet tölthettek ki a mai nap folyamán a gyerekek. A délutáni kerékpáros felvonulást követően a Mozdulj Bonyhád programsorozat eredményhirdetése és tombola sorsolás zárta a jó hangulatú eseményt. Katolikus fiatalok és családjaik tartottak csapatépítő napot szombaton Faddomboriban. A délelőtt 10 órakor kezdődő programok során sportesemények, például sárkányhajózás, pétank, boxbemutató várta a résztvevőket. Délben ebéd következett, majd mások mellett számháborúval és gitározással, közös énekléssel is készültek a szervezők. Az eseményen mintegy 80-an vettek részt. Pannon diabétesz díjat kapott dr. Muth Lajos, a Szekszárdi Balassa János Kórház diabetológus főorvosa, nyugalmazott vezetője. A 2011-ben alapított elismerést minden alkalommal egy-egy a Dunántúlon dolgozó, a cukorbetegek ellátásában kimagasló szakmai és emberi teljesítményt nyújtó orvos, nővér vagy dietetikus kapja munkája iránti elismerésként a szakterületén dolgozóktól. 800 éves kis székely, 200 éves a település katolikus temploma, és 35 évvel ezelőtt gyűltek össze először baráti találkozón a faluból elszármazottak. Az évfordulós ünnepek kapcsán az önkormányzat és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület közös szervezésében egész napos programmal várták az ideérkezőket. 800 éves fennállását ünnepelte Kisszékely, ebből az alkalomból egész napos programmal és baráti találkozóval várták az ideérkezőket. Délelőtt a 200 éves Szent György templom telt meg zsúfolásig, ahol Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált jubileumi szentmisét, majd megáldotta az ünnepélyesen leleplezett emléktáblát. Ezt követően a vendégek az egykori Árpád templom helyén kialakított emlékhelyen gyülekeztek, amelyet a főpásztor szentelt fel. Ajándékba adtad nekünk ezt a csodálatos földet. És ezen a csodálatos földön mindig adsz helyeket, szent helyeket nekünk, amelyek megerősítik szívünket, életünket, küldetésünket.
áld meg ezt az ősi helyet, hogy megújulva megújítsa az ide térők szívét, életét, emberségét. A középkori templom régészeti feltárását a helyi kulturális egyesület kezdeményezte, a megyei múzeum régészei pedig hiteles bizonyítékokat találtak Kisszékely 800 éves múltjára vonatkozóan. Süli János országgyűlési képviselő elmondta, az emlékhely kialakítása és ezzel a múlt értékeinek megőrzése fontos feladat. Egy közösséget ennek kell élni, hogy ugye a múltat föltárni, abból a jelenbe gazdagodni, és akkor jövőre pedig kitekinteni, hisz vannak szép száma gyerekek, voltak itt is fönn, a templomi megemlékezésen is részt vettek, nekik ez iránymutatás, hogy az ősök mit hoztak létre, és ugye 800 évvel ezelőtt itt már működő templom volt, ahol a gyülekezet össze tudott jönni. A Kisszékely Kulturális Egyesület képviseletében Csepregi Ferenc, a régészeti feltárás kezdeményezője beszédében kiemelte, a hely megszentelésével a falu a szülőföldhöz való ragaszkodásáról tett tanúbizonyságot. Ezt az emlékhelyet őseink iránti tiszteletünk jeleként hoztuk létre, és azért, hogy akik meglátogatják ezt a helyet, lássák, hogy itt évszázadok óta olyan emberek élnek, akiknek fontos a szülőföld, és az a közösség, amelyben élnek. A délutáni program során Májer József alpolgármester Kisszékely értékeire, a településen elért eddigi eredményekre hívta fel a figyelmet, hozzátéve a két legfontosabb feladat a falu megmaradásának biztosítása. Pajor Ágnes polgármester úgy látja, sokan térnek be szívesen a településre, vagy választják azt lakóhelyül. Mi is ezt tapasztaljuk egyébként, hogy keresik a falut, tehát hogy egy kicsit azt érezzük, hogy a városokba kezdenek kihúzódni az emberek, vagy legalábbis vannak olyan városok, amikből jobban, és Kisszékelyben az eladó házak nagyon hamar elkelnek. Tehát azt megveszik az ingatlanokat, felújítják őket, és ha valaki végigmegy a falun, akkor láthatják is, hogy nagyon sok építkezés folyik, és éppen ezért rendben is vannak a házak. A nap további részében a dr. Barócsai György állatorvos részére adományozott díszpolgári cím átadására került sor. Az elismerő oklevelet unokája vette át. A kisszékei Árpád-kori templom feltárásáról dr. K. Németh András régész tartott előadást, kiemelve, hogy ez volt Tolna vármegye első közösségi régészete. A nap zárásaként bemutatták a lokálpatrióta Csepregi Ferenc Kisszékelyről írt Templomaink című új kötet. Is. Ebben a könyvben nem csak a templomokról van szó, hanem szó van a középületeinkről, azokról a keresztekről, amiket állítottak a határban az elmúlt századokban. Vannak még az iskolával kapcsolatosan is olyan dokumentumok, amit menet közben kerültek elő. Tehát minden olyan dolgot, persze sokat ki kellett hagyni, ami úgy gondoltam közérdeklődésre tart számot, és talán elveszik örökre, hogyha most ezt nem jelentetjük meg, azt megpróbáltuk. A kötet emléket állít a 800 éves Kisszékely épített értékeinek és a múltnak. A katolikus templom és a középkori templom pedig a települési és a Tolna megyei értéktár kulturális örökségét is gazdagítja. A jubileumi egésznapos kisszékei eseményről és Csepregi Ferenc új könyvéről Kultúrszoba és Tamási Táj című magazinjaink következő adásaiban részletesen is beszámolunk majd. Megújult a szakályi római katolikus templom. Ez alkalomból tartottak ünnepi szentmisét vasárnap az épület falai között. A szertartás során Felföldi László, pécsi megyés püspök áldotta meg az imaházat. A beruházás összesen 45 millió forintba került, amiből 15 milliót a kormány biztosított a Magyar Falu programon keresztül. A fennmaradó részt az egyházközség és az önkormányzat önerőből, valamint a helyiek gyűjtéséből pótolta. Aljas módon vert át idős, gyakran védekezésre képtelen áldozatokat egy Somogy vármegyei csalópáros. A trükkjük legtöbbször az volt, hogy a helyi önkormányzat munkatársainak adták ki magukat, és pénzt váltattak az áldozatokkal, majd kilesték, honnan vették elő azt, végül besurrantak és ellopták a megtakarítást. Bátaszéki áldozatuk is volt. A rendőrök most lezárták az ellenük indult nyomozást.
Bátaszéken kopogtak be egy 80 évesnél is idősebb áldozathoz a csalók még idén tavasszal. Az asszonyt csúnyán rávették, végül a megtakarított pénzének jelentős részét magukkal vitték. A lakására két idegen férfi bement, magukat ügynököknek kiadva, 50 ezer forint támogatás ígéretével. A beszélgetés során az idős személyek figyelmét elterelték, és 1,5 millió forint megtakarított pénzükkel távoztak a lakásról. Ezt követően az egész országban vadászni kezdtek a rendőrök a hasonló csalásokat elkövetőkre. A Bátaszéken is kárt okozó párost végül nyáron kapták el a szekszárdi nyomozók. A két férfi mindent beismert. Elmondták, hogy áprilisban és májusban Zalaegerszegen, Bonyhádon, illetve később Bátaszéken, majd pedig Nagymányokon és Nagykanizsán is követtek el hasonló bűncselekményeket, összesen 3 millió 790 ezer forint kárt okozva a sértetteknek. Volt, amikor hozzátartozónak való tartozásra hivatkozva vittek pénzt, ennek a felváltását kérték, így tudták kifigyelni a félretett pénz rejtekhelyét, és onnan tulajdonították el. Más esetekben pedig valamiféle kedvezmény felajánlásával, vagy valamilyen önkormányzati dolgozónak kiadva magukat próbáltak, illetve szerezték meg a félretett pénzét az idős személyeknek. A két csalót hétrendbeli kifosztással és lopással gyanúsították meg. A nyomozás már le is zárult, így a csalók hamarosan bíróság elé állnak. Sportágválasztó napot tartottak Szekszárdon, amelynek célja, hogy a városban élő fiatalok megismerjék a helyben működő sportágakat, valamint ezzel is felhívják a figyelmet korai korban az egészséges életmódra és a sport szeretetére. Általános és középiskolások hangjától volt zajos hétfőn a városi sportcsarnok, ahol az önkormányzat, a Szekszárdi Sportközpont és a Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében rendeztek sportágválasztót. A program célja, hogy a nap során a fiatalok és az érdeklődők megismerjék a városban működő sportágakat, valamint népszerűsítsék az egészséges életmódot és a sport szeretetét a résztvevők körében. A jégkorong az 1920-as évek közepén került hazánkba, ahol megfigyelhetően erősödik a női versenyzők száma. Jelen pillanatban Szekszárdon egy lányunk van, ő U14-es válogatott, amúgy Magyarországon jelenleg előrébb tart a lány jégkorong, az alcsoportos világbajnokságon szerepel, az azt jelenti, hogy a világ legjobb 8 csapata között van, és mi is próbáljuk, törekszünk arra, hogy minél több lány megszeresse ezt a sportot. A programon 23 szekszárdi székhelyű sportegyesület mutatkozott be, amelyek közül is kiemelkedő népszerűségnek örvendett a vívás. A közösség nagyon jó, az edzők is nagyon kedvesek. Versenyekre sokat járunk, az eredmények is nagyon jók. Én különösen Komlón az utolsó fordulóba tavaly, második lettem a gyerekkorosztályba, Serdülőbe egyen magasabb korosztályba, meg harmadik helyezést értem el. A gyerekek kihangsúlyozták, hogy a sport teljesítményen túl az egyik legfontosabb a csapat összekovácsoló erő és a jó közösség. 2 éve vívok, és úgy találtam rá erre a sportra, hogy már én régebb óta nagyon szerettem volna vívni, csak én nem tudtam, hogy hol lehet vívni. Utána megtaláltam ugye az egyesületet, és egy nagyon jó közösséget alkottam, és mindenki olyan kedves, és ajánlani tudom egyszerűen a vívást, mert egy aktív sport, és hogy bármi megtörténhet. És 3 kategória van, nagyon jó. A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a labdajátékok iránt volt, amik szinte a teljes küzdőteret megtöltötték, azonban itt is megmutatkozott, hogy minél kisebb korban lerakjuk az egészséges életmód alapjait, annál nagyobb valószínűséggel beépülnek azok a gyerek, és később a felnőtt mindennapjaiba. Hogyha sportolnak, akkor erősebbek is lesznek, meg így, így egészségesebb, hogyha sportolsz, mint hogyha nem csinálnál semmit, hanem csak a számítógép előtt ülnél. A mozdulatok még mindig sokkal érthetőbbek, mint az emberi beszéd. Bármilyen furcsa, mert ugye egy betűnként adjuk le a jeleket, és minden egyes betűnek van egy kódja. Kint az atlétikával, a modellezéssel és a rádióamatőrökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, akik bent a küzdősportoktól a versenytáncon át az egyéni és csapatsportokig mindenben kipróbálhatták magukat. Regionális híreink következnek. Újabb mérföldkőhöz érkeznek a balatoni fejlesztések, bemutatták a tó új hajóit.
Mentési gyakorlat Pécsen, 30 méteres víztoronyból hozták le a sérültet. Megtartották az első bordalnok énekversenyt Pécsen, a hazai versenyzőkön kívül Erdélyből is érkeztek a fiatalok. Újabb mérföldkőhöz érkeznek a balatoni fejlesztések, erről beszélt Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Siófokon. A Balatoni Hajózási ZRT telephelyén mutatták be a cég új hajóit. Nyáron két katamarán és két komp érkezett, ezek közül a Tomaj katamarán és a Tihany komp összeszerelése fejeződött be most. Kifutott próbaútra a Tomaj katamarán a siófoki kikötőből. Idén nyáron négy új hajó érkezett Siófokra, ezek közül egy komp és egy katamarán összeszerelése fejeződött már be. Abba különböznek a mostani hajótól, hogy sokkal modernabbak, komfortosabbak, és a mostani technológia, ami bele lett építve, az a 21. századot tükrözi vissza. A 35 méter hosszú, 10,4 méter széles és 13 méter magas Tomaj katamarán 350 fő befogadására alkalmas. A hajó építésénél a kényelmi szempontokra ugyanúgy figyeltek, mint a korszerű technológiákra. Szükség volt új hajókra, szükség van a flotta bővítésére és a flotta modernizációra. Ezek a hajók ma már a legkorszerűbb környezetvédelmi normáknak felelnek meg, nagyon alacsony a károsanyag kibocsátásuk, úgyhogy aki például a kompokat fogja választani, az nem csak gyorsan, nem csak nagy élménnyel, hajózás élményével gazdagodik, hanem mindenképpen a környezetet is óvja. A katamaránok tervezésekor gondoltak a kerékpáros utasok növekvő számára is, így a hajó hátsó terében biciklitárolókat építettek. Az egyik legújabb funkció az a kerékpárszállításnak a nagyobb kapacitása a jelenlegi hajókhoz képest, hiszen azt látjuk, hogy nem csak a révben van sokkal-sokkal több kerékpáros, hanem a személyi hajókon is az idejében több mint 20%-kal növekedett a számuk. A Balatoni Hajózási ZRT két új kompját, ahogy a katamaránokat is kifejezetten a Balatonra tervezték. A kompok is modern technikával felszereltek és megfelelnek a mai kor elvárásainak. Ráadásul a mostani kompok befogadó képességéhez képest 4 gépjárművel többet, 24 egyet tudnak majd szállítani. 2020-ban született döntés a hajók beszerzéséről a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Mint az Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Siófokon kiemelte, az új hajók érkezésével újabb mérföldkőhöz érkeznek a balatoni fejlesztések. A mostanáig közlekedő kompok és katamaránok 40 éve működnek itt a Balatonon. Jól szolgáltak, sokat láttak, de eljött a megújulás ideje. A kormány jelentős támogatást nyújtott ehhez a megújuláshoz. 2019-ben döntött a Bahar több mint 6 milliárdos tőkeemeléséről, ez tette lehetővé a több mint 5 milliárdos beruházást. Összesen két új komp és két új katamarán áll majd szolgálatban. Az új hajók Komáromban készültek, és idén-nyáron egy nagyon összetett és nagyon bonyolult logisztikai művelet eredményeként kerültek a Balatonra. A Bahart két új kompja tervek szerint évvégén áll forgalomba Szántódrév és Tihanyrév között. Az új katamaránokkal pedig jövőre utazhatnak először a kirándulók. Az egyik a Balaton nyugati, a másik a tó keleti medencéjében közlekedik majd a legforgalmasabb útvonalakon. Magasban, szűk helyen egy víztorony belsejében mentettek sérültet a pécsi tűzoltók ezen a héten. Mindezt egy gyakorlat keretében tették, de a megszerzett tapasztalatokat más területeken is hasznosíthatják majd a jövőben. A víziközmű szolgáltató szakemberei és a hasonló munkakörben dolgozók biztonságát erősítő gyakorlat fontos állomása a katasztrófavédelem és a társaság együttműködésének. Az újhegyi víztorony tetején készült ez a felvétel Pécsen. A vízszolgáltató munkatársaitól kaptuk a videót. Így tudjuk megmutatni, hogy milyen magasan és milyen szűk helyen kell dolgozniuk a hidroglóbuszban. Itt tartottak gyakorlatot a héten a katasztrófa védőkkel. A fehéregyi víztorony mellett három ilyen hidroglóbusz működik a Tetyeforrásház ellátási területén. Ezekbe a rendkívül szűk terekkel, keskeny feljáróval, hágcsóval rendelkező több mint 30 méter magas szerkezetekbe
Egy évben több alkalommal is felmásznak a szakembereink. A rendszeres karbantartások, a hibaelhárítások, illetve a tároló mosások alkalmával, és bár testhevederben, zuhanásgátló védőfelszerelésben teszik mindezt, sajnos bármikor előfordulhat baleset, rosszullét. Az ezekre történő felkészülést a víztoronyból történő mentést gyakorolták a katasztrófavédőkkel a vízszolgáltató szakemberei. Bent a szűk, létrával ellátott feljáróban kötélen eresztették le a sérültet, nem a tornyon kívül végezték a mentést. Pár évvel ezelőtt volt egy baleset, amelyben két embert kellett lementeni egy ilyen víztoronyból. Akkor merült fel ennek a lehetősége, hogy ilyen fajta gyakorlatokat kellene tartani. Ez a mai napon, illetve az elmúlt három napon meg is valósult. 60 tűzoltó vett részt ezen a gyakorlaton. Kötéllel mentettek le egy személyt. Ezt nehezítette a magasság és a szűk zártér. Ennek a gyakorlása fontos a tűzoltók számára. Az itt megszerzett tapasztalatok aztán más területeken is hasznosíthatók. Több olyan eset híre is bejárt az egész világot, ahol polgári személyek hasonló körülmények között rekedtek kútban, barlangban. Az esemény idejére a víztornyot a Tettyeforrásház üzemen kívül helyezte, és a vízszolgáltatást más forrásból biztosították a területen. 18 és 30 év közötti énekes tehetségek felfedezését tűzte ki célul az első Bordalnok énekverseny. A nem mindennapi eseményt pénteken tartották a Pécsi Tudományegyetem művészeti kar Liszt Ferenc hangversenytermében. 12 döntőbe jutott jelölt mérhette most össze tudását a szakavatott zsűri előtt. A hazai versenyzőkön kívül még Erdélyből is érkeztek énekes fiatalok. A hazai versenyzőkön kívül Erdélyből is érkeztek énekesek. Kata és Sarolta még az Erasmus programnak köszönhetően néhány évet Pécsen járt egyetemre. Fontos volt számukra, hogy a borkultúrát ápolva most megmutassák énektudásukat is. Azért szerettem volna jönni erre a versenyre, mivel én az elmúlt tanévben Erasmus program keretein belül itt töltöttem egy fél évet Pécsen, és így igazából megszerettem ezt a várost, és amikor tudomást szereztem erről a versenyről, akkor úgy gondoltam, hogy szívesen visszalátogatnék újra ebbe a városba, és itt megmérettetném magam, mivel számomra és számunkra nagyon fontos a népzene és a népi énekek éneklése. Szeretném, hogyha az otthoni népdal kultúránkat itt is megmutatnánk. Ezért szerettem volna jelentkezni erre a versenyre. Én is szintén Erasmuson vettem részt egy fél évet, és nagyon megtetszett a város, meg ez a környezet, meg az embereknek a szeretete és a kedvessége, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy én is jelentkezem erre a versenyre. Az első Bordalnok énekverseny egyik zsűri tagja a Magyar Állami Operaház szólistája. Horváth István Simándi díjas tenor a megmérettetés során két fontos szempontot vesz figyelembe. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Tamás engem kért fel, bár azt gondolom, hogy egy olyan embert akartak, akinek van köze az énekléshez, és a bort sem veti meg, ezért esett rám a választás. Nyilván hát szigorúak leszünk, hogy a legjobbat tudjuk majd holnap megmutatni a közönségnek a Kodály Központban. Fontos az, hogy nyilván, hogy szép hangon, jó hangon énekeljen, de hát a borról az előadásnak az is nagyon lényeges pontja, hogy az illető hogy adja ezt elő, hogy mennyire átélten. Szerintem ez a kettő lesz, ami dönteni fog. Tapasztalatok szerint elsősorban az idősebb korosztály énekel bordalokat. A bordalénekési verseny célja megszólítani a fiatalokat, és a bordalénekes hagyományának magas színvonalú ápolása. Ezzel a borkultúra értékeinek gyarapítását kívánja elősegíteni a szervező Bartók Béla férfikar. Mindenképpen szeretünk volna valami különleges programmal is előállni. És hát a bordal ugye a Bartók Béla férfikarnak nagyon is a sajátja, meg hát nyilván a Bordal Fesztiválnak is, és azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok kevésbé énekelnek bordalokat. Az idősek leülnek, viszogatnak és rögtön rázenlítenek. Ezért azt gondoltuk, hogy ezt a versenyt fiataloknak fogjuk meghirdetni. Tehát 18 és 30 év közötti korosztály nevezett erre a versenyre. Az első Bordalnok énekversenyt a Pécsi Tudományegyetem művészeti kar Liszt Ferenc hangversenytermében rendezték meg. További programjai kapcsolódnak a 30 éves hagyománnyal rendelkező 27. Európai Bordal Fesztiválhoz, melynek helyszíne Pécs és a Villányi Borvidék.
Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Autómentes nap Bonyhádon. A gyalogos és a kerékpáros közlekedést népszerűsítették. Jubileumi szentmisével és emlékhely avatással ünnepelt a 800 éves kis székely. Idős embereket vertek át, több millió forintot zsákmányolt a csaló páros. A sport szeretete, értékteremtő fontosság a sport jegyében. Kedden, szerdán frontmentes, nyugodt időjárású napunk lesz. A hajnali, kora reggeli időszakban többfelé lehet párásság, gyenge köd, de gyorsan eloszlanak, illetve vékonyodó felhőzetté alakulnak. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!